Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk a következő videóban. Már az előző csapatbemutatós videó óta eléggé sok változtatás történt, tehát konkrétan rengeteg, és úgy éreztem, hogy itt az ideje végre megcsinálni a következő részt ebből. Egyébként már kértétek is egy páran, hogy legyen, tehát rám is írtatok, hogy mikor lesz a következő csapatbemutatós videó, mert már kíváncsiak vagytok a csapatomra. Én pedig gyűjtöttem egy játékosra, aki végre meglett, így el tudom készíteni ezt a videót, úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen játékosokat használok. ST pozícióban van egy Griezmann, ugyebár még mindig, tehát róla tulajdonképpen ugyanazt tudom elmondani, amit eddig mondtam, hogy ingyen játékoshoz képest nagyon jó, de azért hát 99-es ratinget most mit várjunk tőle. A 103-as Royce is még itt van a csapatban, hát őt sem fogom nyilván lecserélni. RV pozícióba vettem egy Tauint, nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, de 93-as ratinghez képest eléggé nagy vadállat. Ugye vannak ezek az új francia játékosok, és be is szereztem közül kettőt, majd mindjárt meglátjátok ki ezt a másik. A statok alapján is egy nagyon jó, és hát nagyon jó játékosnak tűnik, és tényleg az is, tehát mindenkinek ajánlom. Olcsó is, és jó. Elevben most jelenleg egy Dybala van, ugyebár itt nekem a Blue Star Hazard volt, illetve lesz is, csak őt most upgrade-elem, meg ilyenek, és amíg nem lesz meg a 100-as OBR, addig Dybalát fogom használni, mert jó statokat ad pluszba, tehát ez a reakció, ez jobban feldobja a többi csapat, vagy hát a többi játékosnak az OBR-ét, mint a Hazardnak a speed. Tehát ja. CF-ben van egy Dumbia, egy C1 Dumbia, na gyerekek, ő tényleg egy vadállat, tehát CF pozícióban, hogyha megvan neked, ugye ezt a Summer Celebration Event alkalmával lehetett megszerezni. Szóval aki megszerezte, az mindenképpen használja, mert ritka nagy vadállat, tehát. RF-ben egy Di Maria van, még mindig, tehát az ilyen ingyen 99-es játékosokat nyilván nem fogom leszerelni. Szóval így néz ki egyébként a támadó sorom. Ugye akit nem mondtam, az egy Lewandowski, meg egy Friday, őket nem szoktam használni. Majd a videó végén azt is megmutatom, hogy melyik felállásokat szoktam egyáltalán használni. Na térjünk át a középpályára. Ott van egy pár változtatás. Szóval a bal szélső camom az egy Modric, és egyébként már láthatjátok is, hogy ki a másik kettő camom. Igen. Szóval Modric vele egyáltalán nem vagyok megelégedve, viszont a plusz 2 balkontroll miatt kihagyhatatlan a csapatból. Szerencsére vele együtt is megvan a 100-as OVR ebben a felállásban, úgyhogy használom Modricot is, bár szerintem egy hulladék, de muszáj egyszerűen használnom, mert kell az a plusz 2 balkontroll. Középsét szomom egy Nainggolan, eddig a kedvencem, tehát szerintem ő a legjobb a játékban, legalábbis azok közül, akiket használ. Statjai hát brutálisak, szinte mindenek 90 pluszos. Sőt, mindenek 90 pluszos, basszus. Ezt most veszem észre, hogy az összes statisztikája 90 pluszos. Aki teheti, az vegye meg. Mindenféleképpen. És akkor a másik cam az pedig egy James Rodriguez. Domination-es James Rodriguez. Jól van, elembe itt van még mindig az Inui, már 100-as OVR, szóval eléggé jó. És a bal CMM az egy 99-es Pjanic, aki ugyebár 92-es alap, és 99-re felbúsztoltam, tehát nagyon durva, nagyon durva. 101-es a free kickje, jól is lövi egyébként, bár szerintem van, aki jobban lövi. Majd arról is lesz szó. Középső CM-ben egy 98-as Bonaventura van, ő is 92-es alap, viszont 4 plusz statut is ad az olasz ligás csapat, vagy a játékosoknak, és emellett egyébként, ha hiszitek, hanem egy nagyon jó játékos, tehát benne csalódtam, de pozitívan. Tehát azt hittem, hogy nem lesz valami jó, de közben úgy rúgja kólokat, hogy beszarás. A jobb CM-en pedig egy 100-as Hamsik, hát most be kell, hogy vajon őszintén tőle többet várni. Tőle többet várnék, de ő is kihagyhatatlan egy olasz ligás csapat volt. RM pozícióban megvan ugye Quaresma, a Summer Celebration-ös event alkalmával őt is megszereztem, ugye csináltam itt belőle egy kis sorozatot. Na, jó játékos, jó játékos. És akkor itt a másik francia playerem, a Matuidi. Miért mondtam, hogy a Matuidi?
Matuidi 99-es ratingre fölment, és nézzetek meg a statisztikáit, 101-es tackling, 99 marking, 95 ball control, 91 dribbling, 80-as finishing, az nem olyan jó, de azért na. Ugyebár egy védekező szellemű játékos inkább, és igazából még nem sokszor próbáltam ki, azt hiszem 2 meccsen játszottam vele, de nem volt nála labda, szóval kíváncsi vagyok rá. Következő CDM az egy Matic, ugye boostok miatt, de őt nem nagyon szoktam használni, illetve Biglia, na vele nagyon meg vagyok elégedve. Friékék csak 94-es, viszont úgy lövő szabadrugásokat, hogyha vele lőjük, szinte mindegyikbe megy, akárhonnan. Jó, most félpályáról nyilván nem, de 40 méteren belül szinte mindent belövi. Na, egyszerűen csodálat. Az olasz ligából egy nagyon jó csapatot lehet létrehozni. Én ezt is tettem. Így néz ki a középpálya. 99-es össz ratinget kaptam a középpályára, még a 95-ös Modric ellenére is, tehát ezzel meg vagyok elégedve a középpályával. Nézzük a defense-t. LB-be Danny Rose-ban még mindig nyilván, CB-be Chiellini, vele is meg vagyok elégedve. A fejelése 88-as, viszont szögleteknél 90%-ban befejeli. Gólt fejel 90%. Másik CB-n pedig egy Koulibaly, 98-as ratingű. Ugye nekem eddig a 100-as volt, tehát az upgrade-et Koulibaly. Muszáj volt eladnom is bennem egy ilyet, kettő okból, mert ez fele annyiba kerül, és így kijött Matuidira a pénz. Illetve Koulibaly nem ad olyan jó statisztikákat pluszba, tehát most a mínusz statokkal igazából nem vesztettem semmit. Egyébként Koulibaly rettentően jó védő, aki már játszott ellene, az már biztos tudja, engem rohadtul fel szokott idegesíteni. RB-ben egy Coleman van, még mindig. Illetve kapus pozícióban pedig szépen fejlődik Oblak, már megvan a 95-ös verziója. Amikor ellene játszok VS attagban, akkor ő is felszokott cseszt eléggé rendesen, mindent kivét kb. Hát remélem az enyém is egyébként, bár így is szoktam kapni 9 gólokat is akár. Nézzünk meg egy meccset, gyerekek! Nézzünk meg egy meccset, Championship-be, hát jó, Championship-be nézzünk meg egy meccset, és kedves Patrick lekántöredelte a dumbiás felállásomat, hát ennek nem nagyon örülök, viszont itt van a 4-3-3 false 9, ha úvint akkor be is mutatnám nektek, hogy mekkora vadállat. 93-as rating ellenére is. Jól van, Patrick barátunknak 97-es az össz ratingje. 38%-os great chance-ot kaptunk. Nézzük, mennyi gól tudunk neki rúgni. Húha, az fölrúgott, de semmi. Oké, na. Griezmann. Hát nem pont oda akartam passzolni, de mindegy. Oppa, nálunk maradt a labda, és aztán pedig végül a védőért be utoljára. Griezmann, ott a gól, 1-0. Na, Hamsik, nézzünk meg egy Hamsik lövést. Na jó, akkor ne nézzünk meg. Griezmannnél van ismét a labda, és véletlenül az előbb félrenyomtam, azt pedig nem tudom, milyen fejes volt, de egészségedre, kedves Griezmann. Royce. És az pedig nem tudom, hogy milyen lövés volt, de eléggé fölé ment. Most nagyon nem vagyok formába, és Oblak megint véd. Hát ez mi? Hagyjuk ma. Oblak, great chance-ot kaptunk, és Royce pedig belövi. Na itt van Tauvin. Nézzük meg egy Tauvin gólt, és gyönyörűen becsavarta. Gyönyörűen becsavarta Tauvin. Nagyon jól lehet vele csavarni egyébként, azt észrevettem. Bonaventura, ő is... És mi? Oblak takarul egy már? Nagyon idegesít ez a kapus. 4-0. Na, Bonaventura, most már akarok lőni egy gólt. És ott van. Ehhez is közel járt Oblak, hogy kivédje, de ez beakadt végül. És akkor egy utolsó esély Griezmannnel, ezt pedig nagyon elrontottam. Nem utolsó, hanem most van az utolsó esély. Nagyon nem vagyok most formában, vagy lehet, hogy csak a videóra koncentrálok, és azért. Jó, 6-0 lett a vége. Nyilván még van egy köröm. Azt meg videón kívül fogom lejátszani. Remélem, hogy az jobban fog sikerülni. Mert tehát a videó túl hosszú lenne. Úgyhogy mindjárt meg is mutatom még egyszer a csapatomat. Illetve, hogy melyik felállásokat szoktam használni, mert az elmaradt. 4-3-3-as nyilván.
A 4-5-1-es az most lement 99-re a Modric miatt, de a 4-2-3-1 az is az egyik kedvenc felállásom. A 4-4-1-1, illetve a 4-3-2-1, ezek mind százas OVR-ek, illetve hogyha majd meg lesz a 4-5-1-es felállásból is a százas OVR, akkor azt is fogom használni, bár azt nem annyira szeretem, valahogy így nem nagyon érzem vele a játékot. Szóval gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Itt még utoljára láthatjátok a teljes csapatomat. Mindenkinek ajánlom egyébként ezeket a játékosokat. Nagyon jók, sziasztok!